Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett. Most dicsőül meg az emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéi. Most a húsvét időben többször találkoztunk a Szent Leckében, a Jelenések könyvével. Úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez a leghangosabb könyve a Szentírásnak, mert annyi trombitaszúj, mennydörgés, nagy hangos alleluja van benne, hogyha az ember végigolvassa, akkor, és elképzeli, akkor tényleg megtapasztalja, hogy szinte zeng. Van egy különleges mondat itt az elején mindjárt. Azt mondja János, aki Patmos szigetén van számüzetésben, ő az, aki látja, akinek kinyilatkoztatott az egész könyv, hogy új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Mielőtt egyszerűen azt gondolnánk, hogy ez egy világkatasztrófának a nagyon rövid leírása, jó, ha tudjuk, hogy ezek egyben jelképes szavak, kifejezések is. Maga az apokalipszis szó, amit a Jelenések könyvének megnevezésére használunk, és amit manapság úgy használunk ezt a szót, hogy ez valami szörnyűséges történés. Az apokalipszis valójában azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás. Hogy a leleplezése, mikor egy szobrot lelepleznek, és megmutatkozik a szobor, ugyanezt jelenti az apokalipszis, hogy Isten lerántja a leplet arról, ami történni fog, amit kinyilatkoztat, nyilvánvalóvá tesz. Tehát János látja előre azokat, amiknek történnie kell. Egyáltalán fontos azt is tudni, hogy miért adta Isten a Jelenések könyvét, milyen helyzetben volt az egyház akkor. Ez az első század vége körül íródott János. Ezt kapta, ahogy egymás után kapta ezeket a kinyilatkoztatásokat, látomásokat, leírta és elküldte valamilyen módon az egyházaknak. Szóval az első század végén egy nagy üldözés volt. És a fiatal egyház úgy gondolta, hogy hát ekkora üldözés van körülöttünk, mi lesz ebből, egyáltalán megmaradunk-e? Szóval nem láttak semmit, nem volt még nekik semmilyen tapasztalatuk arról, hogy mi következik majd ezután. Csak annyit tudtak, hogy a Krisztusban hisznek, tudták, hogy benne mindenre képesek, de nem volt egy képük a jövőről. Fogalmuk sem volt, hogy lesz még 2000 év, vagy ki tudja mennyi. És akkor kapja János ezeket a kinyilatkoztatásokat, amelyeket elküld a 7 egyháznak, amelyek a könyv az elején megnevez. És feltárul a jövő, hogy lássák, hogy mire számítsanak, hogy hogyan gondolkoznak arról, amit nem látnak. Szóval új ég és új föld az, amit János lát, és azt, hogy eltűnik a tenger, nem volt többé tenger. A Szentváros, az új Jeruzsálem alászáll az égből, mondja,
szép volt, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony. Tehát az új teremtés az új Jeruzsálem képében jelenik meg János számára. Alászáll az égből az Istentől, mint egy oda vezetik a mennyasszonyt a vőlegényhez, az új Jeruzsálemet. A mennyei házból, az atyától, mint ahogy oda vezeti Ádámhoz Évát Isten a kezdetben. Annyira gyönyörűek ezek a szimbólumok. És az új Jeruzsálemben Isten van az emberekkel. Végleg. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem vesződtség. Isten ahhoz, hogy újjá teremtse a világot, ahhoz először sok mindent meg kell tisztítania. És a Jelenések könyve a utolsó fejezet előtt, amit most olvastunk, ezekről szól, hogy az újjáteremtés előtt van egy megtisztulás, a világnak a megtisztítása. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, hogy mire van hozzá szükség, ezt nem tudjuk pontosan. Éljük meg a napjainkban is. Ahhoz, hogy újjá építsünk egy házat, mondjuk valaki vesz egy tanyát, és akkor újjá akarja építeni, nem kezdhet hozzá rögtön az újjáépítésnek. Először oda megy a traktorral, kipakolja a rengeteg évtizedek során fölhalmozódott szemetet, leszedi esetleg a cserepet, és megmarad a váz. A falaknak, esetleg a gerendáknak, ha van még belőle valami, a váza, és újra építi. Vagy lehet, hogy csak az alap az, ami használható. És minden mást le kell bontani. És arra építi föl az új házat. Szóval valahogy így képzeljük el azt az újjáteremtést, amit Isten készít elő a világban. Tapasztalunk sokféle nehéz dolgot, történést magunk körül, amik mind a megtisztulásnak a egyes részei. Érezzük egyházként is, hívőként is, hogy egyre inkább lecsupaszítva van a hitünk. Egyre inkább a lényeghez találhatunk vissza. Szóval, ami évtizedek, inkább évszázadok során az erős alapok mellett fölhalmozódott hiedelmek, elképzelések, emberi fantáziák, és beépült akár a hitünkbe, vagy a keresztény élet gyakorlatába, vagy egyáltalán a világban, ami ott jelen van, és ezek a berögződések, ezek mind befolyásolják az egyházat is. Szóval Isten ezeket először bontja le szépen. Hát persze, hogy fájdalmas. Nem lehet megkímélni magunkat ettől. Akár az egyéni életünkben, akár egy társadalom életében. De lássuk jól, hogy mindez miért történik. Azért, hogy az új ég és az új föld alászállhasson. Hogy Isten az új alapra letehesse a mennyei Jeruzsálemet. Ez a cél. Ha így nézzük, akár az egyéni életünkben is, történik velünk sokféle nehéz dolog és kihívás, akkor ne csak azt lássuk, ami ma előttünk van a szemünk előtt, hogy jaj, de nehéz dolog, meg kell élnem, találkozok saját nehézségeimmel. Micsoda hordalékok vannak bennem a fejemben, a szívemben. Nem baj, ez azért van, Isten azért szembesít ezekkel, mert készíti elő az új teremtést benned. De ugyanígy van a nagyban is, a világban. Még egy fontos dolog, amit szerettem volna hozzátenni. Megjegyzi az első mondatban itt, hogy a tenger sem volt többé. Mi van ezzel? A tenger nem volt többé. Az új világban nem lesz tenger. Mire gondol itt János? Ugye nekünk a tenger, itt Magyarországon élőknek azért eléggé vonzó dolog lehet sokaknak. Elmegyünk a tengerhez, ugye az egy nagy esemény.
meg hát a költők, zeneszerzők is mennyi minden szépet tudnak a tengerről írni. De hát az ókori embernek a tenger azért nem volt ilyen romantikus. Ott egy kis lélekvesztővel keresztül evickélni a tenger egy részén, azért az nem csak kaland volt, az életveszélyes dolog volt. Nem tudtak csak úgy átrepülni Amerikába repülővel a tenger fölött. Emlékszem, amikor egyszer így az Egyesült Államokba repültünk 6 órán keresztül repülővel, kinéztem az ablakon fölöttünk, kék, alattunk kék, minden kék volt. És nem tudta az ember, hogy hol van a térben egyszerűen. De hogy landoltunk egyszer csak. Szóval ezek leküzdhetetlen dolgok voltak az ókorban. És az ember számára a tenger az a veszélyt, az életveszélyt jelentette. Ami kiszámíthatatlan. Gondoljatok csak egy olyan területre, olyan partvidékre, ahol jönnek a hatalmas hullámok, elborítanak mindent, mikor vihar van. És éppen ezért az ókori ember, mikor a szentírási ember a káoszt a tengerrel fejezte ki. Ugye hogyan születik az ős világ? Úgyhogy az Isten a vízből hozza ki a világot. Mert az első sorok között van a Szentírásban, a Teremtés könyvében, hogy nagy vizek borították a földet, a száraz még nem látszott, és fölötte az Isten lelke volt. És aztán, mikor szólt Isten, akkor jött ki a világ. Ez a teremtés. És az évszázadok során, vagy évezredek során az az világ, amit Isten kihoz a káoszból, a tengerből, azt mindig újra meg újra elborítják a tenger hullámai. De most már ne csak a vízre gondoljatok, hanem arra a bűnnek a hatására is. Ugye Noé korában az egész földet elborítja a víz. Mert hogy annyira megsokosodott a bűn. Ezért rászakad, mint egy a megtisztulás jelképező víz, de egyben az a káosznak a jelképe is. És hát a Jelenések könyvében azt mondja János, hogy nem lesz többé tenger. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Krisztus legyőzte a káosznak az okozóját. Nem lesz többé olyan erő, ami újra visszakúszik az életbe, társadalmak életébe, és megfertőzi, megrontja, félrevezeti azt. Nem lesz többé ilyen erő. A világ nem süllyed vissza az ős káoszba. Látjuk, hogy mindenfelől jön és akar beáradni ez a folyó. Ez a hatalmas víz. De Krisztus győzött ezen a halálon, a káoszon, és ezért az egyház mindig megmarad, mint egy bárka utazik ezen a vízen. És a legvégén Isten megszünteti a tengert, megszünteti a káoszt és a bűnnek a hatalmát. Hát erről szól ez a rész. Szóval kell, hogy legyen ilyen reményteli látásunk a jövővel kapcsolatban. Egyéni életünkben és a társadalom életében is. Így tudunk csak együtt reménnyel dolgozni azon, ami jó. Mert az ember azt tudná csak, vagy úgy tudnánk a Szentírásból esetleg, hogy mindennek egyszer vége lesz, aztán nincs tovább, hát kinek lenne akkor ereje, kedve dolgozni a jón, Krisztus művén. Azért tudunk csak jót tenni, azért tudunk csak lendülettel ott lenni a jó mellett, Isten ügye mellett, azért tudunk szeretni és kitartani benne, mert tudjuk, hogy a végén Isten az egészet megkoronázza. Részei vagyunk a megtisztulás folyamatának, a legkisebb dolgainkkal is. Ahogy Isten bontja szét a régi tanyát, a világunkat, ennek mi is részesei vagyunk. Ha együttműködünk vele, akkor egy nagyszerű új épület lesz majd. Ezzel a reménnyel tekintsünk a jövőnkre. Amen.